A szekszárdi központi bölcsőde volt a látogatássorozat utolsó állomása. Az elmúlt napokban minden a városban működő intézmény vezetőjével találkozott Ács Dezső. Nem csak a városi fenntartási intézményeket látogatom végig, hanem minden olyan intézményt, ahol szekszárdi gyerekek vannak, vagy szekszárdiak dolgoznak. Így akár alapítványi formában működik a jóoda, például vagy egy bölcsőde, akár más fenntartású, egy iskola, például a katolikus iskola, mindenhova ellátogatok. Büszke vagyok arra a munkára, ami ezekben az intézményekben folyik. Ezt minden év elején, most már harmadik alkalommal szeretném kinyilvánítani, megköszönni az ott dolgozó pedagógusok és egyéb személyzetnek a munkáját, hiszen amikor a szexuális büszkesége, illetve a mecénás díjakat átadjuk, akkor látható, hogy mennyi tehetséges, ügyes szexuális gyerek van. A megbeszélésen szó esik az idei költségvetés és fejlesztések lehetőségeiről is. Az elhangzó igényeket, javaslatokat megpróbáljuk beépíteni, tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy boldog új évet kívánok minden intézményben dolgozónak és ott lévő gyereknek is, és gyerekeken keresztül a családoknak. Ezen kívül a költségvetés készítésének előkészítésére is zajlik egyúttal, és fontos az, hogy erősítsük a város kapcsolatát ezekkel az intézményekkel. 2018-ban az intézmények összes költségvetése 3 milliárd forint volt. Az idei évi tervekben közel azonos mértékű támogatási összeggel számol Szekszárd város.